Tiszteletem Önöket, Hölgyeim és Uraim! Ebben a kis videóban be szeretném mutatni, hogy metszem én a körtefákat. Tehát, felhívott a kis haverem, az Attila, azt mondja, Laci, hogy metszed te a körtefát, hogy teremjen is már valami? Mondom, figyelj ide! Így nem tudom elmondani, inkább csinálok egy kis videót. Jó kis ötletet adtál. Tehát pár szót a körtefáról, ugye? A körtefának az a lényege, hogy ő nagyon felfele, mindig csak felfele akar menni. Látják? Ő csak függőlegesen szeret menni. De mit kell vele csinálni? Nem könnyű. Ez nem könnyű dolog, de megoldjuk. Mit szeretnék mondani? Hogy csináltam én? Már a tavaly. Látják? Milyen kis csapokat csináltam. Ezek mind termőrügyek. Ez is. Itt is. Ezek itt a végén. A körtefának az a lényege, a végét azokat, ami a tavalyi hajtás, azokat nem szabad levágni. De mi itt a lényeg? Amikor látjuk, hogy ő nagyon függőlegesen akar menni, mit csinálunk vele? Tehát ennek itten én ezt visszavágni. A külső kis szemre, ami kifele néz. Tetszik rá? Itten megfogom. Levág. Ezeket vissza lehet vágni, nem úgy, mint a szilvafánál, hogy meg kell hagyni a hegyi. Ez is. Látják? Megfogom még a legjobb kis ami szem, ami kifele néz, ami él is. Nem mindegy. Levágom ezt is. Tehát. Megnézzük. Látják? Minden kart úgy, minden karral úgy kell bánni, mintha egy fa lenne. Látják? Van a főkar, és ezek a mellékek. Ezt látják? Levágtam a tavaly csapot. De most mit kell vele csinálni? Konkurál a másikkal. Tehát versenyeznek. Mit kell vele csinálni? Ezt is le kell vágjam. Kifele néző szemre, mert csak egy mehet fel. Ez a kettő, az csak az alkar. Látják? Ezt meghagyom már, hiába befele néz, onnan lesz egy kis körte rajta. Tehát, látják a szép kis csapokat, amit csináltam a tavaly? Itt is. Ezek mind termőrügyek, látják? Ezek a jó termőrügyek. Ezzel mit csinálom? Ez lefele jön, ezt nem is bántom. De ez így megfelelően. Megnézem. Kifele. Itt. Elkezd menni. Erre. Látják? Nem. Ő mindig felfele akar menni. Nem tudom miért, de ilyen a körtefa. Ez egy kis Vilmos körte. A feleségem nem is akarta, hogy megnézzem. De mondjuk ezt úgy tudtam csak kialakítani. Látják, itt is van. Fenni. Kettő. Ezt a kettőt nem hagyhatom, mert megvan a tavalyi csap. Látják? De mind a kettőt nem hagyhatom, mert ha meghagyom azt, amit arra megy, ezt meg visszavágom erre. Mondjuk a kis hegyit, egyet-kettőt ennek is meghagyok, hogy éppen nem mondja, hogy rosszul bánnak vele. Tehát, látják? Minden le van kis csapva meg. Majd megmutatom, hogy mennyi termés lesz rajta. Látják? A lényeg, hogy ezeket a kis egyéves rügyek. Na, itten aztán lesz körte. Itten. Ezek a jók. Kicsit fel van engedve, igen. Így tudtam kialakítani. Nem tudtam másképp kialakítani. Na, tehát mi a lényeg ebben? Látják a jó kis csapakat? Hozzák a termőrügyeket, és ennyi.
Jó van, menjünk át egy másik fához, hogy mutassam meg másik körtefához, hogy ott is hogy csinálom. Remélem most már jobban látszik. Vettem egy ilyen kis valamit, amivel ne recsegjen, ropogjon. Még az sem mindegy, hogy hogy mész. Ne haragudjanak. Na. Menjünk előre a másik kis körtefához, hogy lássuk, hogy avval mit tudunk csinálni. Látják? Itt is. Annyira felfele megy mindig, de itt megvan a termőrügy. Látják, milyen jó kis termőrügy van. Itt, így, itt, ezek, ez mind termőrügy. Megfogom, itt visszavágom kifele. Itt, ezek itt. Mind befele mennek. Mind. Mit tudunk vele csinálni? Ezt is visszavágom. Itten, a másikat, itten, kifele menjen, ezt visszavágom, csapra, ez már, megint csapra, itten kettő van, egyet, visszavágom, kifele nézőrügyre, ezt megint visszavárom. Itten kettő van. Kettő nem lehet sose. Mindig egyet vissza kell várni, másik nézen kifele. Nézzék meg, mekkora egy termő rügyet csinált ide, hogy vissza volt vágva. Mekkora nőtt ide. Ezt megint vissza kell vágjam. Itten a belsejében ne nagyon menjen felfele. Itten kettő van, egyet visszavágok. Látják? Úgy, ami befele van, azokat azért ezt itt vágom vissza, mert olyan jó kis termőrügy van ott, hogy sajnálom levágni. Ezt már, ami befele megy, azt muszáj levágnom. Meg ezt is. Így itten. Lássuk, hogy mi van még itt. Tehát. Látják, itt is vissza volt vágva a csapra. De megint vissza kell vágjam, mert ez csak felfele megy. És ez is. Itt. Hagyok neki egy termőrügyet. Ezt visszavágom. Ez csak felfele megy. Így. Itten megint kettő van. Ez felfele megy. Visszavágom csapra. Tehát, mi van még ottan fent? Lássuk. Ez befele megy. Levágom egy csapra, ugye? Itten van kettő. Amíg szélre megy. Jó. Ezt levágom, mert megint kettő van. Itten hagyunk egy kis termőt, a többit egyelőre meghagyjuk. Mert még kicsi azért nem olyan nagy, hogy olyan sokat le tudjunk vágni róla. Tetszik érteni? Tehát így alakítottam én ki ezt a másik kis körtefámat. De lássuk, hogy... Hogy csináljuk a másikat? Itt van a kis kutya is. Lássuk a lényeget. A székely csapat. Én úgy hívom. Tudom, hogy a szakkönyvekben úgy hívják, hogy bolgárcsap. Mert utána néztem, ne gondolják. De
Én úgy hívom székely csak. Látják ezt a kis körtöfel? Innen indult. Volt egy másik, kivágtam mellette, mert ki akart szárani, tessék. Látják, itt volt a fő. Itten volt a fő. Kis körtöfel. De olyan gyenge volt, mert kihajtott mellette, még az oltás felett, mondom, az ugyanaz. Mondom, akkor meghagyom ezt. Lássuk, hogy mi lesz itt. Ó, de szép lett, látják? Na, ezzel mit kell csinálni? Tehát, mindenhol, ahol kettő van, az nem jó. Egyet vissza kell vágni, mert konkurens. Ugye, ezt visszavágom én. A másikot le volt törve, azt visszavágom én kifele néző rügyre, hogy itten megint kettő van, ugye? Az egyik befele néz, visszavágom csapra, kifele menjen. Itten, tetszik látni, ez nagyon egyenesen jön. Ez nem jó nekünk. Miért? Mert ez már benne van a másikban. Akkor mit csinálok vele? Megfogom, ez a kifele néző rügy, ugye? Szerintem minden el fog indulni, ugye? Akkor megvan ez. Ezt is. Megfogom, egy, kettő, ez lesz a harmadik. Kifele néző rügy, levág. Ó, most jön a lényeg, hogy mit kell csináljunk a kis körtefel. Látják ezt? Itten. Kettő megy felfele. Na itt a lényeg. Ez a székelycsap. Amit én mondom. Tudom, hogy a szakkönyvekben úgy hívják, hogy bolgárcsap, de én székelycsapnak hívom. Megfogom. Tudják, mit csináljuk? Hogy innen. Errefele jöjjön. Ne felfele menjen. Megfogjuk. És így levág, picit befele, levágjuk így. Tetszik látni? Így. Innen az alvórügyek felkelnek, és elkezdenek menni erre. Lehet, hogy itt van az alvórügy, látják? Lehet, hogy erre fog elkezdeni jönni, de nem baj. Az a lényeg, hogy ne felfele menjen, hanem oldalra. Tetszik látni? Ez innen oldalra menjen. Tehát, mi a lényeg? A lényeg az, hogy én ezzel leveszem, ezeket a kicsiket még meghagyom, hogy lássuk, hogy mi lesz belőle. Látják, milyen lent meghagytam? Ez nincsen. 30 centi. Innen alakítom ki a karokat. Ezt így akarom megcsinálni. És itten hagyok kis rövid kis karokat, hogy lássuk, mi lesz belőle. Ottan meg megfogom, ennek pedig a végét le lehet vágni. De hol vágom le? Levágom például itt. Látják? Azért, hogy készítessem a növésre. Így. Így. Látják? Tehát ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm a nézettséget. És ezzel a kis videóval meg szeretném köszönni mindenkinek, aki nézi a videót, aki már az elején látta, vagy gondolta, hogy tudunk valamit tanulni együtt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki fel is iratkozott a kis csatornámra. Én nem kérek semmit. Annyit kérek csak, hogy iratkozzanak fel a kis csatornámra, mert az bátorít, hogy menjek előre a kis dolgokkal, amit eszembe jut. Ami
amit tudunk tanulni együtt. Tetszik érteni? Nagyon szépen köszönöm a nézettséget. Viszlát!